Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Valaki eltitkol előled valamit. Ki ez a személy, vagy miről van szó, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A fő téma itt látható középen. Ez a ház utal az otthonodra, a környezetedre, mint például a szomszédokra, vagy a családra. Tehát itt ezen a területen van valaki, aki eltitkol előled valamit. Itt ezen a kártyán látható a sors kereke. Ez lehet egy sorsdöntő változás, vagy ez kihat a sors utadra. Az is lehet, hogy itt vannak kármikus témák, és ez a házi feladatod, ez a leckéd, hogy átláss a dolgokon. Itt ez a hölgy rád utal. Ilyen legyen a fellépésed. Itt a tűz eleméről van szó, és az jelenti a bátorságot, az életerőt, a tevékenységeket, a lelkesedést. Tehát legyen meg ahhoz az erőd, hogy rákérdezz bizonyos dolgokra, vagy hogy védd magadat. Azt is jelentheti ez a kép, hogy téged valami lelkesít, hiszen az is a tűz eleméhez tartozik, és nálad, a te otthonodban, vagy körülötted, itt kivirágzik valami, lesz itt egy sorsdöntő változás nálad, és legyen ez a te titkod. Nem kell nyitottan beszélni a terveidről. Ez a kép utal a gyógyító erőre. Az jelentheti azt, hogy itt rendeződik minden, lesz gyógyulás ebben a helyzetben, vagy egészségügyi témákról van szó, és valaki eltitkol előled valamit. Itt a hatos szám utal az emlékekre. Ezen a képen érezhető egy kis nosztalgia, de a változások is, hiszen elbúcsúzol a múlttól. Lesz egy új irány. Itt vannak még azért korlátozások, de ezen átteszed magadat. És amit ez a kép itt mutat, itt ki fog virágozni valami. Sikered lesz. Ez a kártya azt jelenti, hogy valaki keres egy új irányt. Előre mennek itt az események. Azt is jelentheti, hogy meggondolatlan és elsieti a dolgokat. Lehet, hogy itt arról a személyről van szó, aki eltitkolja előled azt, hogy mi a terve, hogy milyen irányba irányítja az eseményeket, mik a tervei. Nem akar erről beszélni. Vagy ha ő saját maga érzi, hogy meggondolatlan, és elsieti a dolgokat, az is lehet, hogy nem mer erről nyíltan beszélni veled. Itt nálad lesznek változások, döntések. Itt két lehetőség van. Vagy rákértezel erre, és akkor tisztázódik minden, vagy nem beszélsz a dolgaidról, és inkább a háttérből figyeled az eseményeket, hogy mi hogyan történik, vagy azt, amit te tervezel, titokban tartod. Mert lehet, hogy vannak rosszindulatú emberek a környezetedben, és itt ezek a korlátozások másoktól jönnek. Tehát légy kicsit óvatos. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!